Haiti. Egy ország, ahol 2 éve földrengés pusztított, aztán kolera járvány tört ki. A hely, ahol 10000-ek élnek sátortáborokban, ahol a házi állatok a csatornák fertőzött vizében keresnek élelmet, ahol a legszegényebbek még a földet is megeszik, ahol pékségben sütik a sárpogácsát, ahol elképzelhetetlenül nagy a nyomor. És egy magyar csapat, amely elhatározta, hogy megpróbál segíteni a legnyomorultabbakon. Körülbelül 150-200 000 ember halt meg a földrengésben, aztán azután a néhány hónappal jött kolerában pedig még több 10000-en. A magyarok iskolát, árvaházat építettek, ott etetik, itatják és tanítatják a kisgyerekeket. Az igazi földi pokolba utaztunk el nemrégiben Weiss Fannival. Soha nem gondoltam volna, hogy van ekkora szegénység az a világon, hogy emberek itt tudnak élni, ha sátortáborok meg az, amit az emberek eznek és íznak. Ez olyan borzasztó és hitetlen. Jön a kalandos utazás a hétköznapi hősök nyomában, és jön egy különleges örökbefogadás szívet melengető története, de előtte még Pécs, Magyarországon. Régóta ismerem Weiss Fannit, Pécsen nem messze lakunk egymástól. Tudtam róla, hogy sokszor bántották és megalázták azért, mert nem hal. Elhitették vele, hogy mivel fogyatékkal élő, ő kevesebbet ér, mint mások. És azt is tudtam róla, hogy állandóan ír. Nagy nyilvánosság előtt nem beszélt, mert szégyelte a hangját, ha mégis megszólalt, sokszor kinevették, így hát az írásba menekült. Volt egy álmom, hogy másokon segíthessek, hogy lássák az emberek, én is tudok dolgozni, én is tudok harcolni. Erős bennem az akarat, segíteni szeretnék a rászorulókon. Amit lehet, megteszek. 2 éve elindult a mi közös utunk. Emlékeznek? Egy ország tapsolt Fanninak, amikor a Megasztárban Rúzsa Magdival elénekelte a Gábrielt. Méghozzá saját anyanyelvén, magyar jelnyelven. Aztán sportcsarnokokban jeltapsoltattunk, a szurkolók pedig boldogan rázták kezeiket, együtt Fannival. A jeltaps az elfogadás igazi szimbóluma lett. Tavaly az önkéntesség évében színházi előadást szerveztünk. Fogyatékkal élő színésztársainkkal együtt játszottuk el a Valahol Európában című darabot. Ott éreztem meg igazán, hogy micsoda példaképként néznek sorstársai Weiss Fannira, aki időközben Pécsváros hivatalos arca és igazi szépség királynő lett. 23-assal Weiss Fanni! Nekem a Szépségvárosán arra volt igazán jó, hogy meg tudtam mutatni, hogy mi sügeteket, fonyatikkal élők és fontos leszei fanuk a társadalomnak. Nos, be kell, hogy valljam, én annak idején Fanni miatt kezdtem el tanulni a jelnyelvet. Fanni pedig megtisztelt azzal, hogy amikor ketten voltunk, más nem hallott minket, akkor nem csak jelelt, hanem a saját hangján is megszólalt. Jó napot kívánok! Szeretettel köszönöm mindent. És a multidézés végén a gyönyörűséges pillanat a parlamentből. Weiss Fanni példátlan koalíciót hozott létre. Az összes párt képviselője felsorakozott mögé, amikor legyőzve legnagyobb félelmét, saját hangján tartott sajtótájékoztatót sorstársaiért, a fogyatékkal élőkért. Sorstársamnak üzenem, hinnek magukat. Ne adják fel! Budapest 2012. március 13-a KED. A Magyar Baptista Szeretetszolgálat központjában vagyunk. Az asztal körül csupa ismerős, és teszem hozzá, csupa nagyszerű ember. Nagy kalandra vállalkoztunk, hamarosan együtt utazunk majd Haitire. A heti rendszerességgel történik az, hogy elrabolnak valakit, vagy ellopják a pénzüket, azért ez nagyon figyelni kell. Itt van Szenci Sándor, a szervezet elnöke, akivel bejártuk Csecsenföldet, aztán hazakísértük a szomáliai félmagyar árvalányt, Németh Szamirát. Fogadják a delegációt, fogadják Fannit. Aztán itt van Suha György, volt gambiai Jens nagykövet, aki segített nekem felkutatni Kande Hevelin halottnak hitt édesapját Sierra Leone-ben. Sokat tett a nagy találkozóért. Ő az édesapám.
How are you? Szia! És itt van Szilágyi Béla is, akivel Kambodzsába és Vietnámba utaztunk. Kamerásan látja. Hogy aztán amatőr kiskamerámmal együtt bejuttasson a világ legzártabb diktatúrájába, Észak-Koreába. A sérült gyerekeket másodrangú állampolgárként kezelik, semmilyen lehetőséget nem kapnak, szégyenlik őket. Béla most arról beszél, hogy Fanninak különleges feladata lesz. Haitin ugyanis sokan szégyellik azt, ha fogyatékos a gyerekük, meg kell nekik tanítani, hogy fogadják el őket. Ebben lesz fontos szerepe a szépségkirálynőnek. Te egy igazi példa tudsz lenni itthon Magyarországon, és hiszem azt, hogy Haitiban is példát tudsz mutatni nekik. És hogy el ne felejtsem, velünk utazik még két nagyszerű magyar asszony, Kati és Lilla, a Pető módszer segítségével kidolgozott programjukkal sok kisgyereken segítettek már. Most Haitire utaznak, immár hatodszor. Még egy pillanatig maradunk a baptisták központjában. Fanni fényképeket néz, választania kell, méghozzá kisgyerekek fotói közül. Eddigi fizetése egy részét ugyanis arra fordítja, hogy támogasson egy ottani árva kisfiút vagy kislányt. Fanni választása a 3 éves Miriamra esik. A kislány szülei a földrengésben haltak meg. Az az összeg, amit te Bácsállomáson összegyűjtöttél támogatásként, az a 82.000 forint, az több mint 2 évig elég ennek a kisgyereknek az ellátására. Ennyit a múltról és a háttérről. Most már indulunk. Irány Haiti. Illetve előtte még Miami, ahova Suha Györggyel és Fannival utazunk. Sándorék New Yorkból érkeznek majd. Mivel Miami-ban jártam iskolába, megmutatom barátaimnak a várost, a felhőkarcolókat, a nyüzsgő forgatagot és a csudaszép hajókikötőt. Ahol fogyatékkal élők csoportjával futunk össze, éppen hajókiránduláson voltak. Fanni mosolyog, a szembejövők visszamosolyognak. Aztán beborul az ég, hatalmas zápor kerekedik, az utcák kiürülnek. Jobb híján beülünk egy helyi kocsmába, ahol Suha György neki kezd a jelnyelv tanulásnak. Jelentem, fázni és biciklizni már tud is jelnyelven. 2 órával később, ez már a repülőtér, indulunk Port-au-Prince-be, Haiti fővárosába. És eddig a szépség, eddig a felhőkarcolók, eddig az amerikai csillogás. Haiti a világ egyik legkorruptabb és egyben egyik legszegényebb országa. Szilágyi Béla a reptéren várt minket, bele együtt indulunk a szállásunkra. Illetve csak indulnánk, mert terepjárónk nemes egyszerűséggel beleesik egy csatornagödörbe. Kis túlzással a fél utca nekünk segít már, de jó ideig nincs megoldás. Legalább van időm körbenézni a környéken. Első ránézésre is hatalmas a nyomor. Vannak, akik az utcán alszanak, mindent elborít a kosz és a mocsok, mindenhonnan orrfacsaró bűz árad. De ez is semmi ahhoz képest, amit 2 utcával arrébb találok. A szeméttel teli és rendkívül büdös helyi patakban disznók ücsörögnek, a parton lévő kukánál ember és disznó együtt keresi a táplálékot. Autónk végre valahára kiszabadult a gödör fogságából, megyünk is a szállásunkra. Ez az, egy hegy tetején álló takaros társasház, ennek az első emeletén van a baptisták helyi központja. Port-au-Prince jó része látszik innen. Az egész épület együttest a helyi milícia őrzi. Szenci Sándor be is mutatja a fegyveres őröket. Vannak fegyveres őrök, akik vigyáznak ránk 24 órába. Most éppen egy hölgy is, meg egy úr is itt van. Ő Fanni. A bemutatkozás után készül még pár fotó a magyar szépségkirálynővel. A milicisták kedvesek és készségesek, Weiss Fanni pedig itt is igazi modell, élvezi a fotózkodást, bohóckodik is egy kicsit. Fent a szállásunkon Fanni Skype-on testvérét, Gábort hívja, aki szintén siket. A lány eljeleli, hogy rendben megérkeztünk, Gábor pedig tudatja, hogy Pécsen is minden rendben, úgyhogy mindenki megnyugodhat. Leszállt az este. A főváros körülbelül annyi fényt áraszt, mint egy nagyobb magyar község. A villanyt generátorok termelik, a központi áramszolgáltatás a lakások többségében ismeretlen fogalom. Másnap kora reggel munkához látunk, Szenci Sándor kiosztja a feladatokat. Katililla akkor árvaház, fogadjörökbe program, önkéntes program, Gyuri a külügyminisztériummal való kapcsolatfelvétel, Béla akkor szintén az önkéntes program, illetve a Gresszieri árvaháznak a megbeszélése, Fanni pedig az adományoknak az átadásába, kérlek, hogy segíts majd. Indulunk első úti célunk az elnöki palota felé.
Ezek a felvételek 2 éve készültek. A palota biztonsági kamerái rögzítették a földrengés pillanatait. Itt is rengetegen haltak meg azokban a percekben. És ez már az én kicsi kamerám képe, megérkeztünk. A romokat azóta sem vitték el, és szinte semmit nem állítottak helyre. A palotával szemben lévő téren sátrakban laknak a túlélők. Alig 100 méterre innen pedig egy igazi sátorvárost, na és döbbenetes állapotokat találunk. Az emberek itt végzik el a dolgukat, itt esznek, itt főznek, itt nyomorognak. A sátraknak saját, hát hogy is mondjam, házszáma van. És a sátrak között Suha György volt ENSZ nagykövetből hirtelen a Napló riportere lesz. Kreol francia keverék nyelven készít interjút a helyiekkel. Vous habitez ici? Gisèle azt mondja, hogy 6 gyermekével él ezen a 4 négyzetméteren a földrengés óta. Avec 6 enfants? Oui. Bemegyünk még néhány család sátrába. Elkeserítő dolgokat látunk, és elkeserítő dolgokat mesélnek a helyiek a szegénységről, a rablásokról, a nemi erőszakról. Ennek az asszonynak ez a konyhája, 5 gyermekével és házi állataival él pár négyzetméteren. Megyünk tovább, újabb sátortáborba botlunk. Szilágyi Lilla, aki legutóbb 1,5 évet élt Haitin, szóval Lilla azt meséli Fanninak, hogy a nők helyzete különösen nehéz errefelé. A földrengést követően néhány hónapban, amikor több millió ember került sátortáborba, komoly problémaként jelentkezett az erőszak, illetve a nemi erőszak a táborokban. Havi szinten 500 bejelentés érkezett nők részéről, akiket nemi erőszak ért. Átvágunk a belvároson, és már kezdek megnyugodni, hogy vannak itt valamivel szebb kerületek is, utcai bútor és ruhaboltokkal, nyüzsgő piacokkal. Sőt, a helyi buszpályaudvaron az árusok még palackozott italt is kínálnak az utasoknak. Aztán pár perc múlva ismét a leírhatatlan nyomor kellős közepén találjuk magunkat. Itt, ezen a helyen mondta Weiss Fanni, hogy szerinte ez maga a földi pokol. Alig tudtam levegőt venni, annyira poros és büdös volt minden. Egy perc alatt tele lett az orrom kosszal. Azt már láttam tegnap, hogy az állatok belefekszenek a csatornákba, de azt nem gondoltam volna, hogy szinte mindegyikbe. El sem tudom képzelni, hogyan lehet így élni. Istenem, én soha többé nem fogok panaszkodni. Örülni fogok annak, amin van. Talán az volt az egészben a legriasztóbb, hogy a mindent elborító szemét mellett a csatorna szélén asszonyok kínálták a portékájukat. Náluk lehetett zöldséget, gyümölcsöt és húst venni. De itt az is kiderült, hogy Lilla igazi belevaló háziasszony, aki még ilyen körülmények között is megtalálja a viszonylag tiszta helyeket, ahol nagyobb félelem nélkül tud ennivalót vásárolni. Most nyilván a kolera volt a legnagyobb probléma az országban, ezért oda kellett figyelnünk jobban. Azt gondolom, hogy azért sikerült olyan helyekre eljutnunk, ahol nem kellett attól félnünk, hogy olyan élelmiszerhez jutunk, ami problémát okoz. Voltál-e ennél szegényebb országban valaha? Nem. Ez volt a legszegényebb ország, ahol eddig jártam. Tényleg azt hittem, hogy ennél nagyobb nyomor már nincs, ekkor még nem tudtam, hogy hamarosan megtalálom majd a hírhet sárpogácsa pékséget, de erről majd egy kicsit később. Nos, az elmúlt 2 évben ilyen körülmények között segítettek filmem főhősei. Megérkeztünk, ez itt a Magyar Iskola és Árvaház, amely egy szeméttelep helyére épült. Az intézmény magyar vezetőit hatalmas tisztelet övezi a munkatársak körében, nem véletlenül. A gyerekeknek a legnagyobb része a földrengés miatt letárva, illetve sajnos vannak olyanok, akiknek a szülei, vagy legalábbis az édesanyja a kolerában halt meg. Hány diákja van a magyar iskolának? A magyar iskolának mindösszesen 350 diákja van, az árváktól kezdve egészen a tinédzserekig, akik szakiskolai oktatást kapnak. Itt nincsenek számítógépek és nincs sok tankönyv sem, de az itteni viszonyokhoz képest igenis nagyon szép az iskola. És láttam a gyerekeken, hogy szeretnek tanulni. Egy külön teremben Kati és Lilla a helyi tanárok munkáját ellenőrzi. Az elmúlt 2 évben ők tanították be a gyakorlatokat, ahogy már mondtam, a világhírű petőmódszer felhasználásával. Kati és Lilla nagyon profi volt. Látszott rajtuk, pontosan tudják, hogy mit akarnak. Csodálatos munkát végeznek a sérült gyerekekkel és a tanáraikkal. Számomra az a legnagyobb boldogság és az a legnagyobb öröm, amikor egy gyerek odajön hozzám, átöleli a nyakamat, ad egy puszit az arcomra, és azt mondja, hogy köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Délutánban iskolai ünnepség kezdődik, meg egy különleges előadás.
Fanni jelnyelven mesél, én angolra, az iskola igazgatója meg azonnal kreóra fordítja a jeleket. A gyerekek érdeklődve figyelik a jelbeszélő lányt, aztán ők is megtanulnak jeltapsolni. Hamarosan visszatérünk még ide az iskolába, de most fontos dolgunk van. Suha György már nem riporter, hanem ismét diplomata. El is visz minket a kínai nagykövethez. Ő excellenciája Liu Bangzih diplomata kollégájával tárgyal, aztán megmutatja nekünk a nagykövetség épületét és a szép kilátást. Fénykép is készül a kollégával és a szépséges magyar lánnyal. Elhagyjuk a nagykövetséget, de a diplomata negyedet még nem. Rom-rom hátán összeomlott konzulátusok és teljesen megsemmisült épületek között botorkálunk. Fanni zokszó nélkül bírja a strapát. Most már ő is nagyon kíváncsi arra a bizonyos hírhet sárpogácsára. Hát ez maga a sárpogácsa, a haiti emberek kényszerből lett eledele, amely cukorból, sóból és sárból áll. Itt készítik nem messze a panamai konzulátus volt épületétől. Ez az épület is megsemmisült 2 évvel ezelőtt a földrengésben. Én a pékségben, hogyha hívhatom így, szóval a pékségben megkóstoltam a sárpogácsát, egészen borzasztó íze van, gyakorlatilag ehetetlen. Alig egy órával azután, hogy a kínai nagykövetség luxusát élveztük, eljutunk a sárpogácsa pékségbe, ahol szintén állatok keresik az élelmet a szemétben, ahol szintén fertőzött a víz, ahol betonon szárítják a bizarr süteményt. A diplomata ismét riporter, és arról fogadja a sárpogácsás sütő asszonyt, hogy mennyi süteményt készít naponta. Azt a választ kapjuk, hogy több százat. Hát ez maga az alapanyag még szárítás előtt. Helyi kísérünk bele is kóstol, kérdésemre azt mondja, hogy nagyon finom. Is it good? Yes, it's good. Én is megkóstoltam a sárpogácsát. Ahogy már mondtam, szerintem ehetetlen. Nem is tudom megenni. Megyünk vissza az árvaházba, mert egy gyönyörű feladat vár még Fannira. Most találkozik majd a Budapesten kiválasztott kislánnyal, akit jelképesen örökbe fogad majd. 2,5 éves, itt lakik az árvaházunkban. Mirjam nagyon meg van szeppenve. Nem érti, hogy ki ez a fehérbőrű lány és mit akar tőle. Aztán szépen lassan, nagyon lassan oldódni kezd. Mirjam az elég szomorú volt, de aztán elkezdtük rajzolni és játszani. És elkezdte mosolgni és nevetni. Olyan édes volt, majdnem megszabáltam. Amíg ők ketten ismerkednek, megmutatom a magyar árvaházat. Helyi viszonyokhoz képest az itt lakó gyerekek kifejezetten jó körülmények között élnek. Ágyakon alszanak, tiszta ennivalót és tiszta ivóvizet kapnak, sőt, még tévét is nézhetnek. Miközben megnéztem a kisárvák szálláshelyét, Mirjam együtt játszott Fannival. A haiti kislány meg a magyar nagylány összebarátkozott. Utunk lassan véget ér. Bemutattam nagyszerű honfitársainkat, akik igazi példaképeink lehetnek, és örülök annak, hogy ezt utitársam is pontosan így gondolja. Nagyon szomorú látni az, ami hajtunk van, de büszke vagyunk arra, hogy magyar emberek is segíteni nekik, és örülök, ha egy kicsit én is segítettem. Hátunk mögött hagyjuk Haitit, a pokol szigetét. Hiszem azt, hogy nekünk nincs is miért panaszkodnunk, mert mindehhez képest a mi problémáink nem problémák. A reptérre vezető úton ENSZ katonák mellett megyünk el, ők próbálják védeni a törékeny rendet. Remélem, hogy egyszer boldogok lesznek majd az itteni gyerekek is. Vetünk még egy utolsó pillantást a szöges drótokra, a sátortáborokra és a szeméttel teli csatornákra. Eddig 2 évre elég pénzt gyűjtöttem Mirjamnak, de otthon tovább gyűjtök, mert támogatni akarom, akkor is, amikor iskolás lesz. A Magyar Baptista Szeretetszolgálat tovább folytatja a haiti magyar iskolában és árvaházban megkezdett programját. Sosem felejtem el a szemét és a mosolyát, és az ölelését sem. Egy kicsit magammal viszem őt Magyarországra.